Sziasztok! A mai videóban bemutatunk nektek néhány börtönszökevényt, akik igazán elképesztő módon jártak túl az őrök eszén, és fordítottak hátat a börtönéletnek, még ha csak átmenetileg is. Szó lesz többek között a hírhet Alcatraz börtönről, valamint a távol-keleti Houdinivel is megismerkedhettek. Érdemes lesz tehát a videó végéig velünk tartani, a végén írjátok meg kommentben, nektek melyik történet tetszett a legjobban. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Ted Bundy. Az ő nevét sokan már lehet ismeritek, ami nem is csoda, hiszen az Egyesült Államok történetének egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosaként tartják számon. Ha ez nem lenne elég, Bundy kétszer is meg tudott szökni a börtönből. Nos, ez az állítás így nem teljesen igaz, mivel első alkalommal egy bíróság épületéből sikerült kereket oldania. A történet a colorado-i Aspenben játszódik, ahol főszereplőnket emberöléssel vádolják. Bundy jó szónoki képességekkel rendelkezett, ezért nem fogadott ügyvédet, saját magát védte a tárgyalóteremben. Ennek kulcsfontosságú szerepe volt a szökésében. Saját maga védőjeként számos könnyítést kapott egy hagyományos vádlotthoz képest. Ilyen volt például az, hogy nem kellett lábbilincset hordania, valamint látogathatta a bírósági épület könyvtárát. Bundy kapva kapott az alkalmon, a tárgyalási szünetben engedélyt kapott a könyvtár használatára, ahol az őrök figyelmetlenségét kihasználva nemes egyszerűséggel kiugrott az ablakon. A hirtelen jött szabadság gyorsan véget ért, 6 nappal később a hatóságok elfogták. A második szökése már nem volt ilyen egyszerű. A helyszín ezúttal is Colorado, a dátum december 30-a. Az ünnepek alatt több börtönőr is szabadságon volt, ezt Bundy jól tudta. Kimászott a cellája mennyezetén található szellőző nyíláson, onnan átjutott egy üres irodába, ahol civil ruhát húzott, és egyszerűen csak kisétált a börtön épületéből. Csupán pár hónapot töltött ebben a börtönben, a szökését pedig valószínűleg már a beköltözéskor kitervelte, mivel a szellőző nyíláson olyan szűk volt a rés, hogy rendesen le kellett fogynia, hogy kiférjen rajta. Ezúttal nem kapták el olyan gyorsan, közel 2 hónapos hajtóvadászat után került ismét rács mögé. Ez jelentette a végállomást Bundy számára, a tárgyalások tovább folytatódtak, melynek végén halálra ítélték és kivégezték. Szökés az Alcatrazból. Túlzás nélkül állítható, hogy az Alcatraz minden idők egyik leghíresebb börtöne. Az épület a San Franciscó-i öböl közepén elhelyezkedő szigeten található, amely 3 évtizeden keresztül szolgált a legveszélyesebb bűnözők otthonaként. Az FBI váltig állította, hogy innen lehetetlen megszökni. Ez az állítás azonban 1962-ben megkérdőjeleződött. 3 fogoly döntött úgy, hogy megpróbálkoznak azzal, amivel korábban még senki nem járt sikerrel, megszökni a Szikla néven is emlegetett börtönszigetről. Szökésükhöz segítségül hívták minden őr rémálmát, az éj sötétjét. Ted Bundyhoz hasonlóan ők is a szellőző nyíláson át jutottak ki a celláikból, ahonnan eljutottak az épület tetejére. Miután ügyesen kicselezték a reflektorfényeket, átmásztak a kerítésen és a vízbe vetették magukat. Csupán órákkal később, a reggeli létszám ellenőrzéskor vették észre, hogy 3 rabnak nyoma veszett. Nagy erőkkel keresni kezdték őket, azonban sosem bukkantak a nyomukra. Az FBI a tengeri áramlatok sodrása miatt ragaszkodott ahhoz, hogy nem élhették túl a szökést. Bizonyítékok hiány azonban örök rejtély marad, hogy vajon tényleg vízbe fulltak, vagy sikerült megszökniük. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben! A mágikus kulcs. Habár az eddig bemutatott történetek is hatalmas leleményességről árulkodnak, ez a történet talán még azokat is túlszárnyalja. Nagy-Britanniában járunk, ahol 3 rab a börtön épületén belül kialakított kovácsműhelyben vállalt munkát. Észrevették, hogy az egyik börtönőr gyakran az ujjai közé csavarva tartja a cella kulcsát. Hosszas megfigyelés után nem kisebb feladatot tűztek ki maguknak, mint emlékezetből lemásolni a kulcsot. A kovácsműhelyben ehhez minden eszköz rendelkezésre állt, ezért hamar el is készültek. Csodával határos módon a kulcs tökéletesen illeszkedett a zárba,
így mondhatni könnyedén kijutottak a börtönből. 4 nappal később azonban elfogták őket, valószínűleg ezután már a Kovács műhely közelébe sem mehettek többé. A hajlékonyság hatalma. Nézzünk most egy történetet a közelmúltból. 2012-ben börtönbe került Choi Kap Bok, dél-koreai jógamester. Nem tétlenkedett sokáig, csupán 5 napja volt a börtönben, amikor egy mindössze 15 cm magas és 45 cm széles élelmiszer nyíláson keresztül megszökött a fogságból. Egy átlagember számára lehetetlen küldetés lenne kijutni egy ilyen szűk nyíláson, azonban a jógamesternek ez mindössze 34 másodpercébe került. Szökése után az újságírók a koreai Houdini néven emlegették, azonban 6 nappal később elkapták. Külső segítség. Ronald Silva egy brazíliai börtönben raboskodott. Amikor a felesége meglátogatta, arra kérte, hogy legközelebbi találkozásukkor hozzon neki női ruhákat. Így is történt, Silva pedig villámgyorsan átöltözött, még parókát is kapott. Nőnek álcázva magát, gond nélkül kijutott a börtönből, ekkor már azt hihette, semmi sem csúszhat félre. Az utcára érve azonban egyre nehezebben tudott közlekedni felesége magas sarkú cipőjében, ez pedig gyanús lett egy arra járó rendőrnek. Miután igazoltatni akarta, egyből kiderült a turpisság, Silva már mehetett is vissza a börtönbe. Őszintén, mi már azt sem értjük, hogy tudott kijutni a börtönből úgy, hogy senki sem vette észre az álcát. Na mindegy, valószínűleg nem ez a világ legszigorúbban őrzött börtöne. A bal szerencsés szökevény. Végül, de nem utolsó sorban jöjjön egy olyan szökési próbálkozás, mely majdnem végzetesnek bizonyult. Az előző esethez hasonlóan ezúttal is Brazíliában járunk, ahol néhányan elhatározták, hogy egy zuhanycsővel lyukat ütnek a börtön falába. Meglepően jól haladtak, az első, kisebb termetű rab sikeresen át is mászott a nyíláson, azonban a következőnek már gondjai akadtak. Erős fizikuma miatt csak félig jutott át a résen, amikor beragadt, hiába tolták cellatársai, seki, sebe. A férfi fájdalmában segítségért kezdett ordítozni, ami hamar odavonzotta a börtönőröket. A pórul járt rabot végül a tűzoltók mentették ki. A sors fintora, hogy a kisebb termetű rabot, aki előtte sikeresen kimászott a lyukon, azóta se találják. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!